Na, halihó, már csütörtök van, igen, csütörtök van. Jött kettő csomagja a Lizának, paketába, úgyhogy ezt reggel át is vettük, mindjárt mutatom. Az egyik, az ez a nagyon szépséges, citromos kis majorál ruhácska, nagyobb méretben, ez most megvan neki 116-osban, imádom. Imádjuk mind a ketten Lizával, úgyhogy mindig mondja, anya, a kedvencünk! Úgyhogy megvettem neki nagyobb méretben, és volt hozzá egy ilyen kis hosszú ujjú felső kis kardigánka, úgyhogy ez így szedben. És ezt el is teszem a jövő nyári aktuális dobozba. Hát ezt nem bírom felmenni, de itt van. Ebben vannak a jövő nyárra a ruhácskák neki, amit így gyűjtögetek már, úgyhogy a fiúkkal egyértelműen kész vagyunk, maximum néhány sortot kell majd venni, és Lizával is totál kész vagyunk jövő nyárra, úgyhogy van mindenféle szettjel, leggingzel, ujatlan pólója, póló leggingzel, tonika leggingzel, mindenféle van, úgyhogy jövő nyár, pipa, kész vagyunk. Aztán, ami még jött, ez egy álom. Hát kapaszkodjatok meg. Lizának a kabátja. Hát szerintem ez inkább tavaszi kabát, de mindegy, őszre is jó lesz. Ezt nézzétek meg, ezt a gyönyörűséget. 122-es, de szerintem biztos, hogy jó lesz már. De egy hazajön, majd felpróbálja. Ez is ilyen érdekes, mondja rá, hogy ilyen rövidített fazonjai vannak. Hát szerintem ez inkább egyébként tényleg tavaszi. Tavasszal hordunk ugye ilyen rövidített fazonokabátokat, ilyen kis pufi kabát. És olyan finom öblítőlete van, és egy csoda, egy hivagy, semmi nincsen rajta. Úgyhogy gyönyörű szép. Hát ezt még így nézegetném órákon keresztül. De engedj fel a komoda válfára neki. Majd hazajön szépen az oviból. És akkor majd megnézzük, hogy hogyan áll neki. Hát ez egy csoda. Ez egy csoda, és mennyiért tettem? 3400 forint, vagy 3400, vagy 3700, mert nem emlékszem. Mindig keresem a telefont, és ott van. Jaj, mindig nálatok van a telefonom. Na mindegy. Feltesszük szépen oda be a helyére. Aztán túrogombócot fogok majd csinálni a maradék túróból, és nagyon remélem, hogy nem fog darabjaira esni. Eddig egyébként a túrogombóc siker rátám az egy olyan 20% és 80%-ban egyébként szét szokott esni, dobozt viszem le, zacsit viszem le, túrogombóc, hát igen, úgy sem tudjuk, hogy túró, akkor gríz, tojás, vaníliás cukor, pici só, nem hagytam ki szerintem semmit. Igen, és akkor ezt be kell rakni a hűtőbe, állni egy olyan másfél-két órára, és akkor ugye megdagad benne a gríz, és akkor ezt kell kifőzni, és akkor ezt zsemlemorzsába forgatni. Na, csináltam eleinte azt, hogy a tojásfehérjét fölvertem külön, és akkor úgy forgattam bele, hogy akkor olyan lazább legyen, hogy is széthullott. Úgyhogy a Laci szerint a túró a titka. Úgyhogy most elvileg amilyen túrót vettünk, ugye a tegnap a nyokkihoz, annak a hát jó, annak a negyedét használtam el, a maradék az pedig most túrogombóccá fog átalakulni, vagy ilyen túrópempővé, nem tudom. Meglátjuk. Szóval se felverve a tojásfehérjét, se belekeverve egészben a tojást, nem sikerült bármilyen túróból. Úgyhogy meglátjuk, hogy igaza volt-e a Lacinak. Csináltam már lassú lángon, vagy lassú tűzön. Csináltam már, úgyhogy gyorsan, a Magdika azt mondta, hogy nem szabad lassú, mert akkor széthullik. A Laci azt mondta, hogy nem szabad nagyon forró vízbe beállni, tehát ami így lobogó vízbe ne rakjam, mert akkor meg a szétveri. Mind a kettő esetnél szétjött miszlikekre, úgyhogy nem tudom, viszont azt tudom, hogy imádom a túrogombócot. Úgyhogy Alex jön haza a napköziből, nem sokára. Ugye így ebédtájéken, hát igen, mert 12-re kell menni érte, 50 körülre mondjuk, és akkor utána megeszi ugye a maradék 10 óraiját, úgy szoktam, és akkor utána pedig olyan 1 óra és 2 óra között valamikor ebédelünk, úgyhogy ahogy majd elkészül a hurka, kopog az ajtón itt egyébként.
Furka, nem jöhetsz ide be, ez tiltott zóna neked. Tudod, hogy nem csináltál itt szép dolgot. Ne kopogjál! Na, íme a massza, amiből kiindulunk, és reméljük, hogy nem fog darabjaira esni. Ebből leszünk kis kombockák, és akkor kivettem már itt a panírmorzsát, de addig nem csinálom meg, amíg ez itt biztosan nem gombóc marad. Úgyhogy ja, addig nem készültem elő a panírkészítéshez. Szóval akkor forraljuk a vizecskét. Igaz? Lányok, mi újság, lányok? Kíváncsiak vagytok? Igen? Mi készül itt? Hisz ki? Alex, neked meg? Kész az ebéd, uborkák nem kellettek. Na, itt a házi feladat Alexnek, az a hozta a napköziből. Erősíteni kell így a kis kezét. Na, csinál tízszer. Jó, ügyesen. Azaz. Egy. Kettő. Na, fogjad, úgy. Ahogy kell, úgy fogd meg. Úgyni. Három. Közben megy a Gabi baba háza. Oké. Ez a házi feladat, különben ez nagyon puha. Hú, ez jó erős, Alex. Azaz, úgy ügyes vagy. Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy, Alex. Ügyes. Ha te cica farok. Nem, mint egy szem is. Nézi a cica, hogy mit csinálsz. Csináljad csak. Ez nagyon erős. Ez nagyon kis puha, akkor az a közepes. Jó van, Alex. Na, bent vannak a gombócok, nem tudom, mennyire látszik itt a habrétektől. Egyelőre még nem estek szét. Úgyhogy reménykedünk, addig kiveszek egy jaj, serpenyőt. Állítok. Megvan. Jó, serpenyőt. Jó, nehogy olyan durván forjál, mert nem szép, ne essen. Ilyenkor szokott egyébként így atomjaira esni. Meglátjuk. Na, még egyben vannak, de közepes lángon főzöm őket. Na, hát szerintem amúgy jó leszünk. Ilyenkor már ég szét szokott esni, úgyhogy talán benne leszünk abban a 10%-ban, amikor sikerül. Amúgy büszke vagyok magamra, nézzétek, milyen csinosak. Na, alul van zsenemorzsám, ugye, tehát érjétek is összerázom. Sosem szoktam egyenként, mert így, amióta ennyien vagyunk. Kosztosok itthon, azóta soha egyesivel nem södörgetem, forgatom, hanem összerázom őket. Íme! A gombolc hadsereg. Alex nem szereti egyébként a durva gombolcot. Mert mostanában elkezdte enni a nódlit. Evett most a nódliból, úgyhogy az nagy szó volt meg a szilves gombolcból, de ezt nem szereti. Úgyhogy a kicsiknek marad, én eszek ebből. A Laci meg végképp nem eszik túrót, se tejfölt, se semmi ilyesmit. Úgyhogy a kicsiknek marad így, hát második uzsonnának. Az, amiből ugye jönnek haza, akkor uzsonnáznak, de biztos, hogy fognak este ilyet elni, szerintem ők szeretik. Na, menjünk ki a csipetkékhez. Hol a csipet csapat? Hozzáadottam kicsöves játszik a fűből, majd állít anyában, vagy? Hándam meg. Na, mit csináltok? Sapkád miért van a fűben? Rakják el a medencét. Még a szezonnak, ezt kidobjátok, ezt a Alex homokozik. Hú, mennyi minden van itt a homokozóban. Ali, bepakoltatok ide szépen? Helyes. Helyes, nagyon ügyes voltál, kisfiam. Ja. Na, újabb lyukacsok, vagy hát ilyen túrások, de már megy arra. Ott. Tök nem ott van. Egyébként
ott van. Nem oda mutat a kamerába a kezem. Sapirat vett föl, nyuszi fül. Mik jönnek? Sárkányok. Aha. Sárkányok. Hol van? Hát, hogy veszed ezt a sapit föl, nyuszi fül? Olyan, mint egy menőgép. Micsoda? Olyan, mint egy menő bácsi. Menő bácsi is? Szia, szorokám! Még nem? Hú, mekkora lett a tök. Van még itt egy kicsi patisszon. Magdikának adtunk tegnap kettőt. De van ott egy óriási tök. Paradicsomok. Ott is van egy picike, tényleg ott is van egy baba. Picike, de már... Ott van! Tényleg, azt a mekkora sütőtök. Óriási. De itt is lesz egy. De még virágzik. Hello, Lili! Szia, Lili! Paradicsomok, itt vannak paradicsomok. De mennyi! Láttam patiszonkát, igen. Van még egy kicsi. Majd kéne szedni a paradicsomot, gyerekek, hát rengeteg van. Hogy veszünk? Itt is egy tök. Hogy veszünk ilyen paradicsomot, mert nem tudunk oda bejutni. Hát ott kell fölmenni, ott, és itt végig jönni. Atyaik, mennyi paradicsom van még? De még itt lenni ségig. Óriásiak lettek bizony. Nagy göbök. Nagy göbök? Hogy ott is van egy tök. Ott. Hol? Ott. Paradicsom tövébe is ott. Tök falvánk van. Ott egy bab is. Tényleg a babok. Ott vannak a babok. Nézd! Leszedjük őket. Hát, a mennának is vége. Van még egy patizon, itt. Tényleg? Van egy patizon. Majd leszedem a granulámba itt a maradékot. Ott még van. Ott is van egy egész szép. Ott van még kettő. Na, milyen jó lesz ez a reggelimbe. Három szemet talán tudunk szüretelni. Szegény babnak is annyi. Csigarágta bab. Van még egy tök. Igen, azt láttuk ott bent. Azt az óriásit ott. Ott. Az hatalmas. Azt lassan meg is ehetjük. Ott gyönyörűek vannak, igen. Nagyon szépek vannak, Liza. Azok ott csodaszépek. Be vannak dugva. Kéne hozni egy edényt ki. Hozom. Hozol? Az alsó fiókból, tudod? Hogy veszünk? Mi anyagot hozzál akkor? És akkor leszedjük őket. Szépségeseket? Hát oda bebújunk. Mindjárt leszedjük őket, jó? Jó. Hozzá. Nem egy edényért is persze, hogy valami itókát akar. Pasi. Igaz, Lizó? Igen. Na megnézzük Alexet, mit ügyködik. Köszönünk a vakonnak. Ma hurkát nem engedtem ki. Mert holnap délelőtt kiengedem. Ó, Alex, ne szórd ki a homokot, könyörgöm. Megint a homokozó mellett van a fél homok. Mindig kiszórja. Oli, mi szórt ki a homokot? Mit készítettél vacsorát? Te ügyes vagy, Oli. Nagyon ügyes vagy. Ügyes. Ah, elkészítette a vacsorát. Hagyjad. Piros gyümölcsöst. Jó.
Ja, itt az asztalon kibontam neked. Jó. Jó, szedik tedd le. Ügyes vagy. Na, kibontjuk el. Na. Itóka. Liza is hoz egyet. Aztán meg fogom kérni Lizát, hogy szedje le a kis rózsaszín ruhákat. Már ne nyírkosodjon be este. És akkor elkezdünk paradicsomot szedni. Jó? Gyere, Noé! Gyere, Dudikám, szedjük le a paradicsomokat itt. Hát ezeket a szépeket. Na, életem árán is, de leszedtem egy csomót. Igen, és már elszóltam, hogy ne szórja ki. Jövök. Vadregényes itt a történet. Ott van első egy. Na, hozzá, Lizám. Szikla van. Úgy, ott azt a kettőt nézd. Ott van két gyönyörű szép, Liza. Odaig felérsz? Ott, aha, azok. Ügyes voltál. Patiszont is meg kell megcsinálni. Nem lesz szegénykémnek árnyék. Nagyon meleg volt. Múlt héten elszáradt. Hello! Paradicsomot? Kérsz? Nem, nektek mérgező, te nem ehetsz paradicsomot. Ügyes vagy, gyere, dobd ide bele. Jaj, de jókat találtál itt alul, de ügyes vagy. Én láttam észre. Ügyes vagy. Hú, nagyon jó. Nagyon ügyes vagy, dobd bele, nem baj, dobd bele, van, rengeteg van. Nagyon ügyes vagy. Liza is hoz. Szuper, mindjárt megtelik a kis dobozunk. Lassan már betel. Igen, lassan betelik. Szuper. Meg ott egészen bejebb is, ott is vannak lent. Hát azokat nem tudjuk. Mindegy, hát rengeteg van. Mi ez a hang? Jó, és Siki. Te így? Így hívsz? Oké. Szupi. Na jó, van. Oda viszem az asztalra. Van piros, van narancssárga, meg van citromsárgánk is. Vannak pirosok is. Aha, legalul. Az nagyobb, mint az a kis bébi. Az a kis komposzt. Aha, komposzt, a kemények. Komposzt babák. Ott van, alul. Ott. Ott a piros. Itt van, itt van. Na, ez nagyobb, mint a többi. Úgy. Még van hely, szedjél nyugodtan, ez ott még most úgy lett hely. Sár van, igen, nappal locsolja, és a tisztítja a medence alatti fóliát, vagy ez a takarófólia, nem tudom. Na jöhet, Liza? Jó. Hoppá! Az a szép! Hopp! Vigyázz, Didi! Vele nem packázol! Nem packázok? Jó, csak én jobb lábas vagyok. Hopp! Én bal lábas. Két bal lábas? Itt van egy. Hé, vigyázz! Hopp! Hát? Igen. Jujuj! Most jön. Na, mindegyik a bal lábam hoz neki. Vagy lövi. Lelapdunk!
Na jól van. Alival is labdázunk. Ugye, Ali? Hopp! Egy! Hopp! Lisa, Alinak! Lisa, Alinak! Azaz! Ali? Alinak? Már dobja is neked? Jaj, hú, ne pocsájatok! Gyere ki onnan a sárból. Liza. Ali elhagyta a sapkáját, természetesen. Ja? Bocsánat, ez a tiéd. Ali? Kapd el! Kapd el, Ali! Azaz, ügyes vagy! Hopp! Ali, hopp! Ajjaj, egyem a szívedet! Te is lábbal? Na hopp! Azaz! Hopp! A kapuba! Na, lőjed! Azaz! Ügyes! Óvatosan, jó? Hol a Liza? Liza, te megint vadászol? Na jó. Is jó, Liza, az a falat is jó. Ott át kell gurítani. Jaj! Jaj! Jaj, na! Mi most nem úgy tudom beszélni, hanem Amerikába. Ó, az jó. Vonattal? Nem. Jöttünk a Budapestre! Oké. És mit csinálunk Budapesten? Hát, focizunk. Focizunk Budapesten? Oké. Na, megyünk még tovább? Kalausz bácsi, vagy ki vagy te, mozdonyvezető bácsi? Aha. Masinista bácsi, megyünk tovább, vagy? Nem megyünk tovább. A vonat megállt. Liza, ki lehet szállni? Én most Amerikába jöttem. Ja, jó, oké. Okay. Oda engem is vigyél, Lizácska. Jó? Ja? Ninike! Ninike! Ha. Kis növénykét találtál? A Ninikét. Minit? Egy nem tudom, megnézzük. Ja! Felállítod? Te állítsd fel. De ez nőnüke, nem Mimike. Mimike a virágunk. Felállítod, Liza. Felállítod, szegénykét. Szegénykét, úgy. Azaz, állítsd fel. Nem tud járni, szegény. Igen, ott vannak. Itt néznek a cicák. Na, szedjük őket le. Nőnüke? Ó, nem hoztam ki a csipesztartót, Liza. Na, akkor hozom mindjárt, jó? Addig ezeket le tudod itt szedni. Bogár most van ott. Bogár? Kakis a bogár. Hol? Itt bent. Na, hozom a csipesztartót. Hát segítsétek, és leszedni a csipeszeket. Tedd fel ide ilyen kerítésnek, tudod? Úgy.
Építsd, opá! Na ezért, hát tudod, mert leesik. Építsék kerítést, addig én leszedem minden föntről. Amit is szeretném, mert meg... Csináljunk legyek! Jó. Muffint. Isler van egyébként. Tegnap islert vettem nektek, az lesz ma. Aki szépen vacsorázik, az kap egy kis islert ma, jó? A körtém. A körtéd. Jó, akkor körte lesz. Az még jobb. Ari, te még maradsz lent? Nem? Az a Dudi labdája. A tiéd jó helyen van az itt, de mert ezt is be kell hozni ide a csúszda alá. Kis a kerítésünk. Ügyes vagy. Lili, te mit szólsz ehhez? Óvatosan azért, jó? Jó. Szegény Lili. Gyere, Lili! De csóvál, örül neki, igaz? De gyorsan mentél. Yeah! A paci! Gyere, Alex! Az kész. Ez még itt. Oké, megyek. Ez még nem szeretnénk. Na, megjött a Laci. Megyünk bevacsorázni. Gyere, Ali! Gyere, megy le a nap, gyere! Megy le a napocska, gyere, Ali! Gyere! Na, ma a Móni jön oltani a cicát, úgyhogy a gyerekek adnak neki egy kis paradicsomot. De adtunk volna rékáiknak is a gyerekeknek, úgyhogy veszünk neki mindenféle színű paradicsomot. Ki fogja adni a Móninak? Jó, Liza, akkor most te adsz ma, jó? Jó. Sárgát is. Majd mi vesz sárgát is. Kis piroskát is. Jó, na. Kész van a Móninak a paradicsom. A többit berakjuk a hűtőbe. Édesem, te így várod a Mónit. Hát nem hiszem. Nem hiszem, hogy te őt várod. Olyan cuki fejed az, olyan szép. Te vagy a legjobb anyukája. Mosi, mosi. Kicsi fiú neki. Arany szíve, bújós kis manó. De hogy van az a vers, elmondod? Pálya a kutyának a lába, bejárugott a szarmába. A ördög vigye a szalmáját, mi bántottak ugyan lábát. Ügyes vagy! Ezt mikor tanultátok? Hát most! De ma? Aha, ma! Az óviban ma ezt tanultátok? Igen! Nagyon érdekes kis versike volt. Ügyes voltál!